László vagyok, 66 éves, Tiszakécske nevű városból érkeztem Magyarországról. Mivel én a Krisna tudatú hívők közösségéhez tartozónak vallom magam, évek óta figyelemmel kísértem azt, hogy ez a tábor létezik. Nagy volt a vágyódás, de nem jött össze. Egészen különleges családba éltünk, ez nem tette lehetővé, hogy mi ide eljöjjünk. Aztán ez a család változott jó irányba, és most itt vagyok. Van lehetőségem utazni és beteljesíteni azt a vágyat, ami után régóta vágyottam. Ebbe a táborba azért jöttem el, és azért döntöttem így, mert azok az ízek, azok a gondolatok, amik ebbe a táborba nap mint nap felépülnek, az egy nagyon szimpatikus dolog. A hely maga varázs, az étel, az új ízek, nem titok indiai konyha, aki egy kicsit is vonzódik a fűszerek iránt, az annak itt a helye. Aki vonzódik a fűszeres gondolatok iránt, annak itt a helye. Számomra ez a tábor elsősorban azt jelenti, hogy olyan közösségbe kerülök, ahol hasonló gondolkodású emberekkel tudok találkozni, akik hasonló dolgok iránt vonzódnak. Legyen az étel, legyen ez egy kicsit egyszerű gondolkodásmód, kicsit meditatív, ha úgy tetszik. Igen, ez egy olyan dolog, hogy foglalkozni kell vele. Foglalkozunk egy kicsit a belsőnkkel, kicsit a szívünkkel, a lelkünkkel, testünkkel, táplálékainkkal, és mindezt nagyszerű környezetbe, nagyszerű emberekkel együtt kell lenni nagyobb vonzás. Számomra ez a tábor azt jelenti, hogy tudok feltöltődni, akkumulálódni. Ezt nagyon kevés helyen tudja az ember átélni. Nekem ez a tábor akkumulálódás, töltődés. Pár nap alatt annyi energiát kap az ember a környezettől, az emberektől, ami minimum egy évig kell, hogy kellő erő legyen. De számomra a legjobb rész mindig az újdonság, amit saját magunk megismerése jelent. Annak ellenére, hogy a korosabb generációhoz tartozom, rengeteg újdonságot lehet még mindig találni, kapni. Ez fontos, hogyha az ember el tud saját magán mosolyogni, hogy hát tudtam én, de milyen jó, hogy most már biztos vagyok benne, hogy ez is én vagyok. Igen, számomra a meditáció az egy mindennapi gyakorlat. Fontos úgy kezdeni a napot, hogy tudd, hogy el kell kezdeni, hogy föl kell építeni a programot. Hogy arra meditálsz, hogy a munkádat meg tud csinálni, hogy végig tud vinni a napot. Ha ezt olyan környezetbe tudod csinálni, ahol különleges mantra meditáció is bejön, akkor még inkább szeretsz meditálni. Ez fontos, mert mindenkinek el kell gondolkodni azon, hogy az elméjét egy kicsit tisztítsa. Ezt mással nem lehet, csak olyan különleges jóga meditációval, amit itt meg lehet tanulni, amit itt el lehet sajátítani, ami, ha szerencséd van, akkor el fog kísérni egy életen át. Igen, javasolnám ezt a tábort mindenkinek. Javasolnám, mert tenger van, meleg van, csodálatos a levegő, csodálatosak az épületek. Az épületek olyanok, mint ha lenne parton a kavicsok. Két egyformát nem találsz. Este nagyszerű átnézni a túloldalra, ahol kigyulladnak a fények. A levegő fúval telített. Tisztít. Nagyszerű ételeket lehet enni. Nagyszerű emberekkel lehet találkozni. Mindenkinek javaslom, aki lazítani akar. Lazulni, jó környezetben lenni, jókat enni, beszélgetni. Beszélgetni, ez nagyon fontos. De akinek erre szüksége van, mindenkinek szüksége van erre. Tessék ide jönni. Ez fontos. Ez jó.